Két hónap szünet után vettek ismét hivatalosan labdát a kezükbe a nyíregyházi kosarasok. Jelentős változás, hogy az előző öt évvel ellentétben ezúttal a legmagasabb osztályra, az A csoportra készülnek a cápák. Az új vezetőedző Pető Ákos a szlovákiai Léván a korosztályos Európa-bajnokságot helyettesítő nemzetközi tornán irányítja az U18-as válogatottat. Az első felvezető héten így elődje a következő idényben is a csapat mellett dolgozó Boris Majkovics és az új erőnléti edző Szollár Gergő vezényli a gyakorlatokat a tréningeken. Srácok elég jó állapotban jönnek vissza. Első hét fokozatosan fogunk bemenni munkába, meddig vezetőedző Ákos, Pető Ákos nem jön U18 Challenger után itt, és ez első hét nagyjából lesz felmérés, hogy srácok újra kopnak labda érzés, de azt mondtam, lényeg fokozatosan bemenni munkába, hogy ne legyen sérülés. A kék cápák négy légióssal kezdik a bajnokságot, a litván és a három amerikai kosaras augusztus 20-a után érkezik Nyíregyházára. A csapatkapitány Busz Iván szerint az öltözőben is alkalmazkodniuk kell majd az új helyzethez. 5 éve volt utoljára, hogy nem egy légiós volt a csapatban, hanem 4. Az pedig, hogy most pont én leszek a csapatkapitány, meg a második legidősebb a csapatban. Elég érdekes szituáció, de hát persze mindig a légiósok is ugye fiatalabbak lesznek, mint én, úgyhogy majd megpróbálom őket terelgetni a maga módján. Nagy feladat, de jó kis kihívás, úgyhogy várom és állok elébe. Tavaly a járvány miatt elmaradt, idén viszont megrendezik a Sitkó Erni emléktornát. Mint Mohácsi Máté elmondta, igyekeztek olyan programot összeállítani, amellyel a lehető legjobban fel tud készülni a csapat a bajnokságra. Azért is kellett már itt augusztus 2-án elkezdeni az egyéni munkát a magyarokkal, mert 10 nappal a vártnál hamarabb kezdünk, szeptember 22-e környékén. Ami biztos, hogy lesz két Jászberényi edzőmeccsünk majd augusztus végén, ami valószínűleg még zárt kós lesz, majd utazunk Oroszlánybe egy tornára, ahol a Pécs, a Falko, illetve az Oroszlány csapatai lesznek, illetve utána következik a Sitkó Ernő emléktorna, a Honvéd, Deac és Albakom részvételével, majd a szezonnyitó előtt még egy utolsó edzőmérkőzés, aki még egyelőre nincs meg az ellenfél. Mint ahogyan azt sem lehet még tudni, hogy a Hübner Nyíregyháza a Blue Sharks hol és ki ellen kezdi a bajnokságot. A sorsolást a héten hozza nyilvánosságra a szövetség.